ebben vannak az agilis módszertek, az Xtreme programjuk is ilyen, aki a prefaktor hirdet minden szinten. Nem tudom, nem ismerem az Xtreme-t, majd akinek több tapasztalata van, nyilatkozik róla. Én azt sem hiszem, hogy túlságosan kifizetődő az architektúrát piszkálni, mondjuk a, ugye a vízesés modellben vagyunk, de mondjuk a sokadik lépésünk. A metodológiák többnyire nem mondanak semmit az architektúráról, és mégis van valamilyen viszonyuk. Az architektúra és teljesítmény. Igen, akkor ez a konkrét ügyőszer idézetet is látom. A hatékonyság, az architektúrának nincs teljesítménye, a rendszernek van. És nyilván mégis van a dolognak viszonya. Na akkor itt egy példa. Sokkal fontosabb arra odafigyelni, hogy eskola 2004-ben sok helyen van, mi is dolgozunk vele, hogy Vue-ba vagy Select-be nem mindegy, hogy Subselected vagy Joint rakunk. Nagyon nem szereti az eskola Subselected valamit, eszméletlenül nem lehet vele borítani a dolgot. Szemre nehéz kiszúrni. Mondjuk én már kiszúrom, mert annyit cipem vele, hogy ráállok a kezem. Kell optimalizálással lehet csak észrevenni, és akkor majd ekkor a Vue-nk, és akkor abban megtalálni, hogy de ez csak egy jó. Az adatkapcsolataink egy rendszerre sokkal fontosabbak, hogy tisztességesen építsük föl, különben bajunk lesz belőle. Szoftver teljesítmény és teljesítmény. Ugye ez a mondás, hogy ez, itt van egy ekkora szervezetre bármi. Na igen, a hardware árak és a szoftver árak viszonylag. Ja, a hardware árak azok alacsonyak, csökkennek, a szoftver árak meg is ünnepik, hogy változnak, de viszonylagban a hardware árakhoz sokkal magasabbak. Ez mit jelent? Hogy nem érdemes agyon optimalizálni rendszereket, mert olcsóbb alárakni még egy szervert, hogyha gond van, mint ezek ugye megint lehet, hogy nem mindig így van, de jellemzően ez jön ki, hogyha felrajzolt dolgot vigyázok. A nem skálázódó megoldása nem fog segíteni. Mert ha csináltunk egy tényleg van béna rendszert, ami lassú, és nem is skálázható, tehát hiába tudunk alá még gépet, akkor az nem fog rajta segíteni. Kód újrahasznosítás. Miért fontos? Megint a gazdaságosság. Nem akarjuk ugyanazt megírni sokszor. Minél kevesebbször akarjuk megírni. Újrahasznosítható az architektúra. Én azt gondolom, hogy erre most még nem válaszolok. Hogy hasznosítunk? Hát fogjuk meg a régi kódunk, Ctrl-C, Ctrl-V, ez első. Vagy objektumokat. Ha objektumaink vannak, akkor azokat valamilyen módon, vagy ugye forrás szinten a brandbe, vagy DLL-be, vagy valami, vagy esetleg semmiből van jó okokat is könyvtárra. És azt használjuk. Na, mi ezekkel a baj? Dependency. Ahogy az objektumokkal dolgozunk, ugye most ezt egy hatékony eszközön tartjuk az objektumorientáltságot, viszont ez sem csodaszer, megvannak a maga problémák. Az objektumaink elkezdenek összerakodni, a dalunk összeragad a BLL-le, élő projektbe aztán pláne, ott aztán mindig keresztbe kasul. De még ha elkezdünk vele library-t csinálni, azt látjuk, hogy van egy piramisunk, mi ezt szeretnénk vele használni, és így jön vele a többi. Mit lehet ezzel csinálni? Hát vannak tervezési metodusok, dependency injection például. Vannak rá megoldások, igazából csodaszer nincsen. Egy nagyon érdekes dolog volt egy Einstein nevű programja, vagy talán már még van is, de nem jellemző. Ők darknetesedtek is egyébként, és ők megcsinálták azt, hogy az objektum könyvtár az képes volt így összeomlani. Tehát volt nekünk egy objektumunk, ami hivatkozott még hat másikra, és tudta az Eiffel, hogy ő mit tud használni ebből. Tehát végigment a dependenciken, a függőséget, és az egészet berakta végül is egy interfészbe. Nem tudom, hogy hogy sem, annyira nem értem benne, de valószínűleg erre a problémára akart valamiféle választani, és egyébként ott nem is sem. Én azt gondolom, hogy az architektúránk, ha csinálunk egy frameworkot, ebben most nem megyünk bele, hogy miért, meg hogyan, meg ilyesmi, akkor újrahasznosítjuk az architektúrát. A framework, hogyha egy üzleti alkalmazás frameworkről van szó, az nyilván egy architektúrát is, majd legalább egyet hordoz magával. Aránylag egy kényelmes és jó módszer ahhoz képest, hogy objektum könyvtárakat használunk. Például, hogyan csinálunk a rendszerünkben zip kezelést? Már most itt nem az irányító számra gondolok, hanem a törődésre.
legegyszerűbb, vannak free kódok, tehát nem leszedjük, egyszerbe fordítjuk, hogy délre használjuk. Érdekes, mert mindegyik rész probléma a DB kezelés, mégsem szedünk le a netről, mondjuk kivéve az application framework részeként sem. Ami de azért általában, aki régóta ezzel foglalkozik, az már nem egy ilyen saját logika. Üzleti logika vezetés. Azt nem tudunk leszedni, mert az tök egyenített, az biztosan mindig. UI-t cserét, tehát nem UI-t, hanem mondjuk van egy ASP.NET-es, és akár még át akarunk állni, vagy más UI-ra, DPF-re, Silverlight-ra, vastagkényesre, akármi. Ugye a Old Model View Controller, ez is egy design pattern egyébként, akkor abból elvileg lehet lépni. Én még sosem csináltam, nem is nagyon, hogy mondjam, tehát el lennék boldog tőle, hogyha még akár csak MVC-ből is UI-t kényesre. Ez is egy érdekes dolog, hogy például dalt, ugye ha már factory, az is egy pattern egyébként, factory ugye azt jelenti, hogy valami interfész alapon kérünk le egy objektumot, mert nem az objektum példányosítjuk mi magunk, hanem majd a factory ad vissza belőle példány. A factory mint gyár, tehát mint objektum előállító valami is adat, ad nekünk egy objektumot. Miért érdekes ez? Mert például, hogyha függetlenek akarunk lenni az adatbázistól, akkor egy tök jó dolog, hogy a factory adja nekünk vissza azt, amelyik éppen kell, config alapján vagy akármi alapján, és mi ugyanolyan interfészt hívogatunk, és majd az adott objektum például elintézi, hogy milyen kérdés kezelővel kell kommunikálni. Még talán nem volt divat a factory pattern, ami egyébként most már látunk egy kis része, de még mondjuk nem volt használva. Sem. Állandóan akkor ez volt ezért, hogy adatbázis független adatkezelő rétege. Erre mindig azt mondom, könyörgő, miért? Így csináltam a projektet, ahol ténylegesen ki kellett ráálltunk MSS-kör, és ki kellett dobni, mert behoztunk egy másikat. Ha ilyen van, akkor ott van másban is, nem az, hogy függetlenül. Elosztott rendszerek és szolgáltatások, ilyen társaság. Miért fontos ez, meg miért lett fontos ez? Én időjárnyában azt mondom, hogy ezt átugrom, és ha meghagyom, úgy is lesz erről még mai napon szó. Egy fontos szempont az elosztott tévedés. Attól, hogy elosztott rendszert csinálunk, tehát majd, hogy valaki adja a partner törzset, majd itt lesznek a számlák, ott lesz a nem tudom, micsoda itt riportolunk. Az elosztott az nem hibatűrő. Tehát ha például a mi rendszerünk az üzemel, és partner kell az üzleti műveletünkhöz, és az a partner az másnál van, akkor a két rendszernek a rendelkezése állása egyenlő a rosszabbik, tehát a gyengébb láncszer. Elosztott, az másképpen lesz hibatűrő, de nem ez. Tehát a önmagában a soha, most mindegy, hogy címkézzük ezeket a megoldásokat, de ezt nem szabad összekeverni. Ez azért érdekes, mondjam, a életből a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy van neked egy rendszered, és te válasz rendelkezésre állást, és menet közben kiderül, hogy van egy partner, amit iszonyú jó, mert a webservice-en keresztül lehet kérdezni, és akkor ott ez igen, és mi van, nem szolgál ki, és elkezdesz rá kestét üteni. Hát azt hiszem, hogy Tankó Péter úr, ha még valaki emlékszik el az oxigénot, elkezdeni rögtön lépkedni a csempét a falról. Egyszerűség, ebből több pont is lesz. Kész, most nem a szeretetemet akarom veledek megmondani, szóval van egy ilyen betűszó, arra használják, hogy keep it stupid simple. Minél bénában és egyszerűbben csinált meg, ez megint persze az XP-ből és a refaktorból következik, de anélkül is egy megfontolandó dolog. Tehát ne kezdjünk el bonyolult dolgokat csinálni, nincs rá szükség. Miért érték az egyszerűség? Mivel sokszor van változás, ha valamit ki kell dobni, vagy nem tudjuk felhasználni, vagy át kell jönni, minden olyan dolog, amit előre dolgoztunk, az feleslegesen kidobott munka. Nem csak a kódoló igényessége a szempont, hogy a architect astronautnak a megfelelő kódolóba, hanem fontos az előállítás ideje, a kódolvasás. Nagyon érdekes szempont, mert egy átlagos, magas szintű kódoló, az sokkal több kódot olvas, most nem hobbiból, hanem a munkája során kódot olvas és értelmez, mint amennyit ír. Tehát meghatározott, hogy milyen gyorsan tud valaki kódot olvasni és értelmezni, mint hogy milyen gyorsan tudja írni a munkavégzése szempontjából. A módosítás. Tehát miért érdemes egyszerű kódokat írni? Azért, mert gyorsabban olvashatok. Nyilván jobban üzemeltethető, hogy már magasabb szinten nézzük, könnyebben tesztelhető, egyszerűen dokumentálható az életcél.
egyszerűség második része. Külső komponens, hogy választunk? Mit jelent a külső komponens, mint például a már említett zip kezelőgéjel. Az egyszerűség, illetve a lehetőségek. Akarunk-e olyan komponenst, ami nem csak zipet tud, hanem mindent tud. A világ összes tömörítését tudja helyből, pipkodák fel, eljárásokat, stb. Nem mindig jó nekünk. Ha a függőségeinket minimalizálni akarjuk, miért akarjuk minimalizálni? Az újrahasznosíthatóság miatt, az egyszerűség szabálya miatt, akkor én azt mondom, hogy tegyük az egyszerűbbre, tegyük a célszer számot. Ha hatékonyabb akarunk lenni, akkor nem svájci biztukával állunk neki autót szerelni, hanem vagy szétfelni valami, hanem a megfelelő eszközzel. Például, miért nem szeretem a dependency injection? Nagyon szépen néz ki papíron, gyönyörű, nem is mondanám, hogy olyan egyszerű megérteni, úgyhogy az ember tényleg képes legyen ilyet kis újból csinálni. Nem szeretem a dependency injection, mert bonyolult. Mert van egy halom fejlesztő, aki beépítem a framework-ömbe, és aztán magyarázhatom neki két nappal éve, miközben a nyereségem az nem biztos, hogy olyan nagy rajta. Tehát tök jó van egy architektúrán, amit így ki tudok venni, de ki fogom venni. Bonyolult, olyan nagy lenne újra, hogy nem biztos. Megint elmondom, hogy ez az én véleményem, ettől lehet eltérő vélemény, nem biztos, hogy nekem igaz az. Például a Martin Fowler az imádja. Enterprise Application Blocks. Na itt megint valószínűleg itt már biztosan lesz, akivel nem értek egyet. Nem szeretem az Enterprise Application Blocks-ot, mert össze van tapasztva. Nem tudom belőle kivenni a cache-elést, nem tudom belőle kivenni a logolást, mindig jön bele az összes többi, és az egész aljában van egy Object Builder dolog, ami megint azt mondom, nagyon szép. Én úgy érzem, hogy ezt egy kicsit túl tervezték. Az architektúra formán felnőtt valami szeretni. Használhatóság, újrahasználhatóság, egyszerűség. Igen, ez a code injection, ez az a technológia, ez az Object Builder, ez azt használja. Működik, nyilván lassú, de hát nem megítélve kell, hogy lassú. Én nem szeretem. Egyszerűség halmi része. Kész komponensben nem kell turkálni. Tehát ugye milyen jó? Egy, megint egy életből vett példa. Kicsit be kell gyorsítanunk, mert nincs olyan sok hátra. Van ez a log4net, ez egy Java-ból áttemett logoló komponens. Logoljunk. Ez mondjuk fájdaló volt. Én ezt úgy kaptam az egyik ügyfélnél, hogy ez tök jó, ezt használják, használják, mi itt felépítettük. Kitalálták egy másik helyen, hogy át kell állni adatbázisba való logolásra. SQL 2000-ig volt, 2005-tel azt hiszem, hogy ez tök jól működik. 2000-el nem működik. Ezek pedig olyan példák, hogy lehet, hogy nem találtam el egy hasonlót, de egy olyan ilyen szintű library, ahol nincs olyan dokumentáció, ahol 10 perc alatt ne találja meg valaki azt, hogy mit kell csinálni, azt. Tévébe kellett volna logolni, és nem ment. Írhatunk egy sajátot. Tehát hoztunk egy tök jó csillagyűrű komponens, ami aztán megtudott, adjon valamit felezhető, és ezt nem lehetett vele megoldani. Erről már volt szó, human factor 2, kódírás és kódolvasás sebessége. Ha van egy olyan komponensünk, amit agyon kell paraméterezni, vagy van egy olyan komponensünk, amit két kapcsolót be kell állítani, nem mindegy, hogy mennyi idő alatt fogjuk tudni beépíteni, vagy mennyi idő alatt tudja majd azt valaki konfigurálni, üzemeltetni. Nagyobb, nem jobb, fejlettebb pedig bonyolultabb lehet. Nyilván szükség van rá, akkor szükség van rá, de feleslegesen nem érdemes. Tervezés. A tervező elme, az mindenhol működik, tehát nem csak ennyi idő van még besűrítsük, vagy... 2-3 perc. Jó, akkor ezt átugranám, itt a némi szolidás lett volna. Racionális megoldásokra van szükség és szabályokra. Kérdőjelről, milyen ilyen szabályok lehetne. A pokol a többi ember, ez egy mondás a Szárs nevű nagy programozótól, igazából a pokol a többi rendszer. Miért? Mert azt valaki más csinálta, és nem tudjuk, hogy mi van ott. Azt mondják az egyiknél, hogy van egy adatbázisunk, vegyük át az adatokat. Mi van benne? Csempék lehullanak a falról. Neki office dokumentum, Word dokumentumok kellenek, ilyet nem csinálunk, de úgy találkozunk olyanak. Szerver oldalon beírja valaki a Word, lehetőleg .NET-ből rögtön, és elkezd dokot gyártani. Nem tudom, hogy kell-e mondanom, hogy ez még nem jó. Nem oda való, annál megoldás. Csempetékkedés. Meg olyan is nagyon szép látni ASP, a .NET-et megírja úgy, mint a korabeli jó kis
nem .NET, hanem eredeti régi ASP-seket. Az ember, mikor ilyennel találkozik, akkor elgondolkozik, hogy elkezdje mondani, hogy fiúk, ezt úgy kéne, hogy vagy azt mondjuk, kitűnő. Integráció. Mostanában divatos vegyszer a lényege, ugye ilyen is van, hogy nomád bizonyára nincs alkalmazás önmagában, üzleti környezet, általában az elvonja a figyelmet, hogy most manapság már kikerülhetetlen, hogy együtt működik. Szerintem ezt már 5 éve is elmondták, hogy manapság már kikerülhetetlen, de lassan már tényleg. Nem bízhat senkiben, mivel az nem a te felelősség, és nem te felelősség körül. Félni kell, mint a tűztől, nem megbízható alkalmazásoktól. Amikor elkezdik mondani, és fel a projekt vége felé, ja, és van itt egy olyan alkalmazás. Tervezés, tudatosság, tudjuk, hogy mit nem csinálunk és miért. Orosz Volkárd egy író, mondhatnám másik programokról, lehet a szövegői alapján, bármilyen szabályt megszeghetsz, ha hajlandó vagy megfizetni az állatot, ezt írás technológiára mondta, azt gondolom, hogy tervezési és hajlandó is tökéletes. Például a Web Service Horror, volt egy ügyfél, AS400-zal kellett kommunikálni, természetesen rögtön jött a megoldás, hogy text file, hogy adatbázis beírás, de mondjuk gyerekek, nem már tudom, hogy ott van a jávátok, toljatok fel rá szó, Web Service Horror. Nem ment. Tomcat alkalmazás szervezők volt, és a sima Visual Studio által előállított web service fájlokkal az Istennek nem bírta egymást a kettő megértetni. A neten ahányszor rákeresem a problémára, mindig a Tomcat forráskódjára dobott, amiről azt gondoltam, hogy ezt most nem akarom megtegeszteni. Mire és hogyan tervezünk a architektúrát? Környezeti adottságokra, hardware-re, MS Tucok, Edge platform, szakértelemre, hát ugye mi van, nyilván nem most hiába találjuk, hogy most Ruby-ba fogunk architektesen, de nincs egy szár Ruby programozónk se. Oktatás, talán kevésbé, de ugye valahogy ez megint a kommunikációból, kommunikálni kell menni. Vigyázzunk a nem triviális rejtett követelményekre, amit a felhasználó nem mond el, az mindig az a legbeszélyesebb, nem gondol el, hogy maga se tudja. Tipikus security problémák, ugye integrálódunk más rendszerekkel, kommunikálunk, és mindig kiderül, hogy nem olyan egyszerű az a dolog, azokat nem engednek be, az egy másik üzletág, akár üzemeltetés, rendszeresen hiba, kiadás a követelményekből, és a végén mindig jönnek, megfogtatnak. Ezt időhiányában átugorjuk, majd felrakom a szlájdot, és akkor el lehet megnézni. De lassan a végére érünk. Mi a baj a gondolat? Már azon kívül, hogy nyilván lassan az hírek mindig oroszak, a Microsoft ellenállás, hogy nem erről van szó. Fejlesztői szemszögből van egy kérdésem. Például Tomcat miért nem eszi meg ezt a VSDL fájlt? Mit találok? Hát az, hogy 10 000-en felteszem a kérdést, mert mindenki kedve tőle. Valaki biztos megválaszolt, csak azt nem lehet tudni. Hozzájuk, hogy solution. Akkor tehát a solution provider vagyunk fel. Kipépés. Nem lehet. Azt nem tudja a Google, hogy akkor azt tudja, hogy ott a kérdés. Azt nem tudja, hogy ott a válasz. A HTML, mint a architektúra, annak tekintjük, jó vagy nem jó? Hát nem jó. Borzalom. Utána lehet olvastam egy másik blog, a Coding Horror, de azt hiszem, hogy ő az, aki összegyűjtött, hogy hányféle technológiai betűszó van, amit ma a webben van, és nem úgy, hogy egyszer valaki látta, hanem tényleg van ilyen X-es eltény, most én ezt nem is sorolom. Ez egy példa arra, hogy amit készen kapunk, mert nem gondolkodunk. Tehát nem, még csak föl sem rajzoljuk, hogy hogy is van ez. Egyébként szörnyűködünk, ha felrajzoljuk, mert borzasztó technológiákra épp. Maga, aki például foglalkozott, én annak idején érdeklődésből elkezdtem ismerkedni, hogy hogy épült fel az IP protokoll, hát az is egy csoda, hogy a nem megbízható kapcsolatokból, hogy lesz megbízható kapcsolat, és az egésznek olyan rossz érzése van egy ilyen architektúra szemben, főleg az ember előtt elolvasta Spolskynak hogy is van a Lukas architektúra, hogy na mindegy, majd megkeresem a kommunikációt. Ezt fordítottam egy Frederick P. Brooks nevű Ürge Montagista, ezt én lefordítottam. Úgy szól a dolog. Nem, hogy nincs előttünk minden megoldó csodaszer, a szoftver legalapvetőbb természete miatt valószínűleg valaha is lesz. Nincs invenció, ami javítja a szoftver produktivitást, megbízhatóságot és egyszerűséget.
A szoftver előállításának nehéz része a specifikáció, a tervezés, ennek a koncepcionális szerkezetnek a tesztelése, nem a megvalósításába fektetett munka és a megvalósítás pontosságának tesztelése. Ha ez igaz, a szoftver előállítás mindig is nehéz marad, vagyis a dolog természetéből fakadóan nincs kanál, hanem ez egy másik bolondság. Ez jó szilvendő. Nincs csodaszer. Ezt az Ürge, az az érdekes, hogy 87-ben írta. És hát azt kell mondani, hogy sajnos igaza van. És ha már Brooksról van szó, akkor záróként még egy gyakorlati idézet tőle, nagyon érdekes, főleg ha valaki nem ismeri, hogy ha egy eleve már késő szoftver projekthez még erőforrást adunk, akkor csak nagyobb késést érünk el, vagy minden. Brook törvényeként is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ha van kérdés, azok a kérdezőkre van? Nem az arra, hogy itt ugye életből vett horror sztori. Ez csak egy barátságos UV helyecske. Szerintem még akár 20 másodpercünk is van a kérdésekre. 10, 9. De természetesen fórumon és egyéb forrásokon is megtalálunk. Nagyon köszönöm szépen. Lehet előadást. Szeretném ezt átnyújtani Microsoft Magyarország nevében. Ez az a biztos verzió, amely a legtöbb hibában belőle.